Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondót látják 2018. március 21-én szerdán. A pontos idő 19 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Március 15-e. Ünnepi tárlat a Városi Galériában. Labdarúgó emléktornát szerveztek. 885 címmel nyílt ünnepi tárlat a Mezőtúri Városi Galériában. A megnyitó alkalmával köszöntötték a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep jeles mestereit, akik idén ünneplik 80 vagy 85. születésnapjukat. A tárlatról és az alkotóművészekről Lengyel Krisztinát és Prókai Gábort kérdeztük. Ön mit tudna elmondani a Mezőtúri Városi Galériában rendezett kiállításról? Hát mindenek előtt azt, hogy most egy új sorozatot kezdtünk ezzel a mai kiállítással, mert arra gondoltunk, hogy a művésztelepen megforduló művészek közül azokat, akik már ilyen gyönyörű, szép, majdnem matuzsálemi kort értek el, hogy 80 és 85 évesek, az ő számukra rendezünk egy kiállítást, egy közös kiállítást, aminek az volt a válogatási szempontja, illetve azt kértük tőlük, hogy legyen régebbi munkáikból is, amit bemutatnak, amit ideadnak, és legyenek a legújabbokból is. Na most, mint tudják, Fazekas Magdolna, Gáti Gábor, Lóránt János Demeter és Szili Géza, ők azok, akik az idén ünnepelnek ilyen szép kerek évfordulót. Az a nagyszerű ebben a kiállításban, hogy szóval olyan teljesítmények előtt tudunk így tisztelegni, akik a gyűjtemény értékeinek vívő erői. Akár Fazekas Magdira gondolok, Fazekas Magdolnára gondolok, aki évtizedekig elmaradhatatlan tagja volt a művésztelepnek, és mikor nagyszerű férje Medgyes László festőművész meghalt, azóta utána nem járt már ide. Az ő művészetük az tulajdonképpen annak a gondolatnak, ami a művésztelepnek a szlogenje, hogy homo et natura, az ember és természet viszonya, kapcsolata, ennek ők olyan elhivatott és őszinte pártolói voltak ennek a gondolatnak, az egész művészetük tulajdonképpen ebből a természet előtti tisztelgés és fensége, szépsége előtti tisztelgés. A Gáti Gábor, ő most ebből a társaságból az egyetlen szobrász, aki kevesebbszer volt itt, és akinek azt kell tudni az életművéről, hogy a kisplasztikáknak, köztéri szobrai is vannak, de a kisplasztikáknak és különösképpen az érmeknek a mai magyar éremművészetben egyik vezető művésze. Nagyon izgalmas kisplasztikáit látunk itt, amelyek az úgynevezett itt nálunk a Mezőtúri művésztelepen is gyakorolt viaszfeszejtéses bronzöntéssel készültek, ami egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes plasztikai miniatűrokat is képes kihozni a szoborban. Ezeket látjuk, és látunk érmeit, amikben az a varázslatos, ahogy a Gábor egy tenyérnyi méreten tud tereket teremteni, és úgy tud ebben a világban nagyon, nagyon jól élni. Lóránt János Demeter, aki egy időben itt Mezőtúron is lakott, ugyancsak olyan értéket hozott ide, és tart még most is itt a művésztelepen, amire nagyon büszkék vagyunk. Az ő különös világa, ez a olykor fanyar, máskor szinte bánatot könnyet okozóan érzelemittas. Ez tulajdonképpen egy nagyon, nagyon különleges a magyar festészetben. Tehát az emberáblázolásnak ez a szinte szociológiai mélysége.
Ezen a kiállításon van egy fantasztikus képe, ami nagyon a mai világunknak egy riasztóan igaz, szép megnyilvánulása, ez a bizonyos hajléktalan, aminek a szemei ijesztően reménytelenek, ugyanakkor elszántan túlélésre szántak. Szili Géza, aki elsősorban festőként vett részt mindig, jó lehet korábban más műfajokban is tevékenykedett, de festőként vett részt a művésztelepben, az akvarelnek egy nagyon elhivatott mestere, az egri akvarel seregszemlének többször volt fődíjasa, mikor biennálé volt és mikor triennálé volt akkor is. Ezek a képei az ő rá jellemző színfortokból és az ezekhez kapcsolódó emlékek, pontosabban emlékekből, amelyeket színfortokkal fejezve, néhány motivummal értelmezve fejez ki. Ezekből látunk most egy válogatást, ami hát ahol még azt is meg kell jegyezzem, hogy az egyik képét sikerült most megvásárolni Nemzeti Kulturális Alap támogatással, amivel a gyűjteményünk gazdagodott. Tőle is és Lóránt Jánostól is vásároltunk az idén egy-egy képet. Hát ezek így, amiket talán kedvcsinálónak el tudok mondani. Nagyon szép kiállítás, nagyon izgalmas, nagyon sokszínű a négy művész, szinte a világlátásnak a legkülönösebb műfajait hozta itt elénk. A mai kiállítást egy hosszú szervezői munka is megelőzte. Erről mit tudnám elmondani a tévénézőknek? Igen, valóban egy hosszú szervező munka eredménye kellős közepén állunk itt a galériában. Egy alkotóművésznek a kiállítását is több hónapos egyeztetés előzi meg. Most viszont négy ünnepeltünk volt, hiszen ők idén, illetve tavaly töltötték be a 80. és 85. életévüket, és erre az alkalomra úgy gondolta az alkotótelep vezetősége, hogy egy ilyen különleges alkalmat szervez, nem külön-külön nekik önálló kiállításban, hanem tényleg egy, ahogy a Szűcs Dániel képviselő úr is elmondta, egy közösséget építve, egy közös kiállítást szervezve a ezeknek az idős és jeles mestereknek, akik itt vannak köztünk, és hál' Istennek, alkotnak is. Hogyan fogadták a megkereséseket, vagy a megkeresést? Nagy meglepetés volt a számukra. Persze ilyenkor több kiállításuk szerveződik szerte az országban. Budapesttől Kecskemétig, Nyíregyházától Pécsig rengeteg helyen vannak ugye alkotásaik gyűjteményekben, és ilyenkor érkeznek sorra a felkérések, de valamilyen oknál fogva a Takács Tanya és a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep egy külön színfolt az ő szívükben, és nagyon, nagyon boldogok voltak, hogy ráadásul egy ilyen ünnepnapon, mint március 15-e, ők kapják meg a kiállítás lehetőségét. És még egy különlegesség, hogy ugye ez az évadnyitó kiállítás minden évben, hiszen a téli szünet után március 15-e az, amikor megnyílik a Városi Galéria, és ezt a jeles alkalmat nekik szántuk. És meddig nézhetik meg az érdeklődők a kiállított műveket, és milyen műveket nézhetnek meg? Egészen április 30-ig lesz fönt a kiállítás, a Városi Galéria nyitvatartásában látogatható a zsinagóga, illetve előzetes bejelentkezéssel csoportokat is fogadunk, aki igényli, annak tálatvezetést is nagyon szívesen tartunk. Jelen pillanatban a négy alkotóművésznek láthatjuk az alkotásait a földszinten, ezen az időszaki kiállításon. Ők három festőművész és egy szobrászművész. Így állt össze a kiállítás, illetve a látogató közönségnek felhívnám a figyelmét, hogy fönt az emeleten, a zsinagóga emeletén meg lehet tekinteni a közgyűjteményt is, ami ugye Mezőtúr Művészeti Közalapítványának kezelésében van, de ez minden egyes alkalommal, amikor az időszaki kiállítást látogatják, akkor tegyék meg, hogy fölmennek, és az ottani festményeket, grafikákat és elsősorban bronzszobrokat is látogassák végig. A Városi Galériában rendezett tárlatról mit tudnál elmondani a tévénézőknek?
Ugyebár minden évben hagyományos, hogy március 15-én valamilyen kiállítás nyílik itt a Városi Galériában. Nagyon örülök annak, hogy most idén a mezőtúri képzőművészeti alkotótelepnek nyílt itt most lehetőség arra, hogy ismét kiállítást nyithasson felénk, illetve mutasson meg itt nekünk mezőtúron. Annak pedig nagyon örülök, hogy és a közösség erejét nagyon jól mutatja itt a művészeti alapítványnál, a művészeknél, hogy nem egy művésznek végül a tárlatát tekinthetjük meg itt a mai nap folyamán, hanem egy művésznőnek és három művésznek is a közös gyűjteményét, közös alkotásait tekintheti meg itt a nagy érdemű mezőtúr, illetve vidéki közösség, illetve közönség. Nagyobb tárlatokat kinyitva pedig én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, és erről is próbáltam beszélni a köszöntőben, hogy, hogy már a több mint két évtizede itt működő mezőtúri képzőművészeti alkotótelep munkáját folyamatosan évről évre segítse az önkormányzata lehetőségéhez mértem. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években is próbáltunk ezért minél többet tenni, és örülök annak, hogy ilyen alkotások kerülnek ki az itt dolgozó művészek, illetve művésznők kezei közül, mint amelyeket a mai napon is láthatunk. Ugye már az elmúlt években sikerült szerencsére egy újabb épületet felújítani, itt a Petőfi út 5 szám alatt épületről beszélek, ahol hasonló, gyönyörű tárgyakat sikerült kiállítani. Ugye bár ez nem más, mint a Draskovics kerámia gyűjtemény például, vagy éppen az Alföldi Téglárjumot is említhetném. Így a Túri Fazekas Múzeum, illetve a zsinagóga, avagy Városi Galéria néven ismert épület mellé még egy olyan teret tudtunk nyitni, amely helyet ad a mezőtúri értékeknek és a mezőtúri kultúrát jól bemutatja, mind mezőtúriaknak, mind ide látogató vidékieknek, turistáknak. És a cél az pedig az, nem titkoltam, hogy a mezőtúri képzőművészeti alapítvánnyal közösen karöltve dolgozzunk azért, hogy a már gyűjteményben lévő tárgyaikat, ugyebár most itt a Városi Galériában egyébként vannak ezeknek egy része kiállítva fönt az emeletem, hogy ne csak egy biztonságos tárolóteremben tudjuk ezeket tárolni, hanem a nagy érdeműnek is meg tudjuk mutatni, legyenek ezek éppen mezőtúriak, vagy visszakanyarodva a múzeumra, vagy éppen a galériára ide látogató turisták, hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős történet lenne a későbbiekben. Én azt gondolom, hogy kevés kisváros van, mint a mi kisvárosunk, olyan, ahol ennyi helyen ilyen sokféle kultúrát, művészeti tárgyakat és történeteket lehet megismerni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fazekasság mellett a festészet, a tárgyak mellé még egy olyan teret tudnánk nyitni, amely tényleg én azt gondolom, hogy nagyon színes foltja lenne itt a mezőtúri kultúrának. És hát ezen dolgozunk most jelenleg. Én bízom benne tényleg, hogy ebben sikerül majd előre lépni, nem rajtunk múlik, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg ennek nagyon fontos, hogy majd a végén hírt tudjunk adni, és eljusson minél több emberhez ez. Utánpótlás labdarúgó emlékversenyt szerveztek a nemrég elhunyt Dávid Tibor emlékére. A labdarúgó torna megnyitóján Herceg Zsolt mezőtúr polgármestere is mondott pár szót a megjelenteknek. Üdvözöllek benneteket, illetve a kedves szülőket a első Dávid Tibor emléktornán. Reméljük, hogy nem az utolsó, és reméljük, hogy majd lesz ez még komolyabb is. Most az idő rövidsége miatt egy kisebb villámtornát rendezünk, de én azt hiszem a tisztelet a fontos. Köszöntöm a gyerekeket, szülőket, illetve Mezőtúr város polgármesterét, Herceg Zsoltot, aki egyben természetesen a MAFC elnöke is. Pap Antalt, a labdarúgó szakosztály vezetőjét, illetve edzőket, barátokat, és nem utolsó sorban Tibi családját, özvegyét. Nem akarjuk mi ezt szomorúra ezt a napot venni, de azért azt hiszem, hogy illik egy-két szót mondani Tibiről, főleg a fiataloknak, illetve fiatal szülőknek. Ugye Tibi gyermekkora óta itt futballozott mezőtúron, kitartása, hozzáállása példakép lehet a mai gyerekeknek, sőt, sajnos egy-két felnőtt játékosnak is, vagy elég soknak. A gyerekek esetleg a büféből ismerhetik, évekig ő kezelte itt a büfét, ő szolgálta ki a gyereket üdítővel, csokival. Én azt gondolom, hogy egy pár másodperces
néma csönddel megemlékezhetünk rá. Köszönöm szépen, napsoljuk meg Filip. Amikor a fejembe ütött ez a gondolat, hát először is Tibi özvegyének, Babni Juhász MBA-nak mondtam én ezt el, azonnal mondta, hogy nagyszerű ötlet, és segítségeket kértem itt a megjelent uraktól, edző kollégáktól, Szűcs Imre bácsitól, aki egyesület utánpótlásának jobbkeze, Antitól a szakosztályvezetőtől, és én nem utolsó sorban, a MAFC elnökétől, és egy emberként álltak mellettük, sőt azt is elárulták, hogy ők is gondolkodtak ezen, csak nem állt össze még a kép, hát most összeáll. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek, remélem jó hangulatú torna lesz ez. Kedves gyerekek, rendezőt, szülők, nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. Hát a Tibiről csak annyit, hogy mindannyiunk példaképe volt, én utánpótlás játékosként hol a sertődben, hol az ifiben naponta találkoztam vele, amikor már ő a felnőtt csapatnak a tagja volt, és hát mondanom sem kell, hogy nagyon-nagyon tiszteltük és felnéztünk rá, hiszen láttuk azt, hogy milyen teljesítmény nyújt, nem sok mezőtúrinak adott meg azt, hogy a Honvéd-Szabolcs esélyben futbolozhasson, hiszen akkor olyan színvonalú labdarúgás volt a mezőtúron, ahová hát sajnos nagyon sok mezőtúri fiatal nem kerülhetett be. Itt kettővel mellettem áll egy fiatal ember, akinek szintén megadott, hogy éveken keresztül a felnőtt csapatban is igen magas színvonalon tudott játszani. Tehát Tibit sportolóként is, és hát természetesen emberként is nagyon-nagyon tiszteltük, felnéztünk rá. És hát nyilván én azt szeretném, hogy mostaság is lennének, vagy legyenek olyan felnőtt sportolók, akiket így fel tudtok nézni, és büszkék lehettek rájuk, és hát nem utolsó sorban tudtok tőlük tanulni, nem csak az edzőktől, hanem a játékosokról is. Természetesen vannak ilyen futbolisták, felnőtt futbolisták, az edzőtől. Úgyhogy ha tehetitek, én arra kérlek benneteket, hogy nézzétek a felnőtt mérkőzéseket, mert nagyon sokat tudtok belőle tanulni. Tisztelt jelenlévők, ahogyan az idő telik és egyre jobban öregszünk, sok mindenkit, nagyon sok olyan embert elbeszélünk, akik a szívünkhöz közel állnak. Én is több tucatnyi olyan nagyszerű sportembert tudnék felsorolni, akik már nincsenek közöttünk, annak idején az edzőimet, ugye voltak nagyon sokan, és hát nem utolsó sorban az egyesület sportolóit is. Ugye a mai napon a Misi bácsi arra gondol, mint a többiekkel, hogy Tiborra emlékezünk, az ő emlékelőt tisztelni. És most hozzátok szólnék, kedves fiatalok, soha ne felejtjétek, hogy amikor pályán léptek, akkor ezekért az emberekért is játszottok, az ő emlékéhez, az ő emlékekhez hűen kell, hogy futballozzatok, tehát mindig legyetek sportszerűek, tiszteljétek ellenfelet, hiszen ez a legfontosabb, és a természetesen egymás is, és egymásért a csapatért, egyesületünkért és utolsó sorban vezetünk városáért, és küzdöttök, amikor pályára léptek. Én nagyon sok sikert kívánok nektek, a mai napon pedig nagyon jó játékot. És a szülőktől pedig azt kérem, illetve először megköszönöm azt, hogy biztosítják a gyermekek számára azt, hogy sportoljanak, és hát arra biztatok mindenkit, hogy ösztönözzel, hogyha valaki abban akarja hagyni, akkor ne hagyják a gyermekeiknek, és minél tovább sportoljanak, hiszen nagyon fontos, akkor lesz valaki egészséges felnőtt, vagy legalábbis nagyon jó esélye, akkor lesz egészséges felnőtt, hogyha lehetőleg minél tovább vagy az egész életén keresztül valamilyen sport tevékenységet űz. Úgyhogy én köszönöm még egyszer a szervezőknek, és mindenkinek egy kellemes napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták. Friss hírekkel holnap is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!